Egészséges ivóvíz. Több mint 1,6 milliárd forint európai uniós és hazai forrásból javult az ivóvíz minősége 17 térségbeli településen. Már ellenőriznek, akár 1 millió forintos büntetésre is számíthatnak a szabálytalan árusok. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ugyanis elkezdte országos téli akcióját. Segítség a rászorulóknak. Elindult a hajléktalanok lábadozó ellátása Nyíregyházán, a Bokréta úti éjjeli menedékhelyen. Több mint 1,6 milliárd forint európai uniós és hazai forrásból javult az ivóvíz minősége 17 térségbeli településen. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nyírség ivóvíz minőségjavító önkormányzati társulás az elmúlt 4 évben 6 vízmű korszerűsítését fejezte be, annak érdekében, hogy az Európai Uniós előírásoknak megfelelő ivóvíz legyen elérhető a lakosság számára. Ennek eredményét ezentúl közel 18 ezer háztartás érezheti. A 2014-től működő Nyírség ivóvíz minőségjavító önkormányzati társulás az elmúlt 4 évben dolgozott az ivóvíz minőségének javításán. A beruházáshoz európai uniós és hazai támogatást kaptak, összesen végül több mint 1,6 milliárd forintot fordítottak a projektre. Egyrésztről a vízműtelepeken vízminőségjavító beruházás volt, tehát vas mangántalanítás, arzénáltávolítás, ammónium, tehát a meglévő szűrőrendszereket korszerűsítették, bővítették, intenzifikálás volt, illetve a vízműtelepen épületfelújítások történtek, gépészeti berendezések cseréje, korszerűsítés, irányítástechnika, vezérlés újra kiépítése, tehát azt mondhatom, hogy teljesen megújultak a vízműtelepek, az ivóvíz hálózaton pedig mosatóhelyek kialakítása történt. A beruházás eredménye végül 18 ezer háztartást, közel 49 ezer embert érint. Ez a beruházás egy nagyon szükséges beruházás volt, hiszen itt valóban azok az egészségügyi határértékek, amelyek azt hiszem, hogy az egészséges ivóvíz szempontjából nagyon fontosak, itt nem igazán voltak biztosítottak, és most ebben majd, sőt több mint másfél milliós beruházásnak a keretein belül sikerült olyan egészséges ivóvizet eljuttatni az érintett családokhoz ezen a 17 településen, akik részt vettek ebbe az ivóvíz minőségjavító, a Nyírség ivóvíz minőségjavító projektben, amely azt hiszem, hogy mindenképpen szükséges, és azt hiszem, hogy ez az, amelyet mint települési önkormányzati vezetők megbiztosítaniuk kell. Geszteréden működik az egyik vízműtelep a hatból. A 8 szűrős berendezés 1988 óta nem volt felújítva, közölte a település polgármestere. A vízminőség eddig is nagyon jó volt, mert azért el lehet mondani, hogy Geszteréden van a legjobb minőségű ivóvíz, ezért lett itt az ivóvízbázisra ráépítve, hogy Geszteréd, Érpatlak, Újfehértó, Bökröny, Téglás, Hajdúhatház, Bocskai kertig elnyújjuk a vizet, és mindig jó volt, de most jobb lesz az uniós projektek miatt. A polgármester hozzátette, Geszterét következő terve az eddig még hiányzó szennyvízhálózat kiépítése a településen. Akár 1 millió forintos büntetésre is számíthatnak a szabálytalan árusok. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ugyanis elkezdte országos téli ellenőrzési akcióját. Vizsgálják a karácsonyi forgatagokat, a bevásárlóközpontokat, de bármilyen más vállalkozásnál is megjelenhetnek a revizorok. Tavaly decemberben összesen 10 millió forint bírságot szabtak ki az Észak-Alföldi régióban. Év végéig tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos ellenőrzési akciója, amelyben főleg a karácsonyi forgatagokat, bevásárlóközpontokat és bármilyen más az ünnepekhez köthető fesztivál jellegű eseményt látogatnak a revizorok. Ellenőrzésre azonban a szezonális árusítókon túl is számíthatnak a vállalkozók. Ettől függetlenül a szolgáltatói szektor többi vállalkozása is számíthat arra, hogy megjelenhetnek nála NAV ellenőrök. Gondolok itt arra, hogy nem feltétlenül csak az éttermeket látogatjuk majd végig, hanem ugye azért a téli időszakra a hölgyek szeretnek megszépülni, vagy energiával feltöltődni, ezért elképzelhető, hogy a szépészeti ipar is ismét górcső alá esik. Alapvetően a nyugta és számlaadás szabályszerűségét vizsgálják a NAV munkatársai, de ellenőrzik az áruk eredetét, illetve az online pénztárgépek használatát is. A mulasztók súlyos büntetésekre számíthatnak. A büntetési tételeket ugye
törvény határozza meg, de például, hogyha valaki a foglalkoztatás terén szabályt szeg, tehát az alkalmazottját nem jól jelenti be, vagy egyáltalán nem, ő például akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságra is számíthat. Ez természetesen már a legmagasabb tétel, azért ettől méltányosabb szokott lenni az adóhivatal, de a notórius visszaeső biztos, hogy a legnagyobb szigorral számolhatnak. A tavalyi évben az észak-alföldi régióban összesen 10 millió forintnyi büntetést szabtak ki csak decemberben. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel az árusok figyelmét, nem érdemes trükközni, a büntetésük ugyanis nagyobb lehet a bevételüktől. Elindult a hajléktalanok lábadozó ellátása Nyíregyházán, a Bokréta úti éjjeli menedékhelyen. A szolgáltatás nem pótolja az egészségügyi ellátást, de az önellátásra nem alkalmas betegek gyógyszert, 24 órás felügyeletet és napi 3-szori étkezést kapnak. Az oldalom szeretett szolgálat 1,6 millió forintot nyert erre a célra, a téli krízis időszakra, a hajléktalanokért közalapítványtól. A téli időszakban 120-130 fővel üzemel a Bokréta úti éjjeli menedékhely. A hajléktalan ellátásba való bekerülés feltétele, hogy a kliens rendelkezzen érvényes tüdőszűrő igazolással, így kap fekhelyet a szálláson. Köztudott, hogy a hajléktalanok egészségi állapota rossz, sokszor a téli mínuszok áldozatokat is szednek, a lábadozó szobák most is teljes kapacitással működnek. Számunkra is nagy feladat a téli időszakban, hogy ez a lábadozó ellátás sikeresen működjön, ez abban segíti őket, hogy a kinti tél viszontagságait bent fűtött helyen napi 3-szori étkezéssel, az ehhez szükséges gyógyszerrel és kötszerrel tudjuk segíteni őket a bentlakásban. Nyíregyházán és térségében 400 hajléktalan él, vannak, akik nem veszik rendszeresen igénybe az éjjeli menedékhely nyújtotta segítséget. Szoros az együttműködés az utcai szolgálattal, a periféria egyesülettel, akikkel közösen azon dolgozunk, hogy minden kinti hajléktalan szemét úgymond rá tudjunk menni arra, hogy itt ez a szolgáltatás, és biztonságos helyen tudja eltölteni az éjszakáit. Ehhez megfelelően kinti lakókonténerekben is történik elhelyezés, igazodva ahhoz, hogy az utcán élő hajléktalanoknak kicsit másabb az igényszintjük, és úgymond a kinti lakókonténerben szívesebben töltik el az éjszakát. Az oltalom szeretett szolgálat sajtótájékoztatóján elhangzott az is, a napi teendőiken túl az éjszakai szállásbiztosítás, mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása, szociális ügyintézés, a téli időszakban minden nap zsíros kenyeret, meleg teát is osztanak a rászorulóknak. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az országos átlagkereset mindössze 70%-át kapják a munkavállalók átlagosan. Ez az összeg alig haladja meg a nettó 110 ezer forintot, hangzott el a Magyar Szocialista Párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Korózs Lajos, a párt országgyűlési képviselője elmondta, országosan mintegy 1 millió 40 ezer dolgozó ember él a létminimum alatt, jelentős részük Szabolcs megyében. A párt ezért változatlanul kitart fizetés emelési programja mellett. A közszférában pontosan azok a szakmák, akik, vagy a foglalkozásbeli emberek, akik működtetik az országot, tehát az óvodapedagógustól kezdve a daduson keresztül, a kisgyermekgondozón át a tűzoltóig, rendőrig, mi azt mondjuk, hogy egy radikális béremelés kell, különösen az egészségügyben és a szociális ágazatban. Én szerintem itt egy 50%-os béremelés nem irreális követelés, annál is inkább, mert azt látjuk, hogy nap mint nap komplett kórházi osztályok mondanak föl és távoznak Nyugat-Európába. A Jobbik nem érti, hogyha a korábban nyilatkozottaknak megfelelően rendelkeznek mérési papírokkal a több kórház onkoradiológiai bunkerének bontási munkálatairól, akkor azt miért nem lehet megmutatni, hogy a lakosság is megnyugodhasson a témával kapcsolatban, hangzott el a párt nyíregyházi tájékoztatóján. Béres Csaba, a frakcióvezető elmondta, a Jobbik városi szervezete több hivatalos szervtől is tájékoztatást kért az üggyel kapcsolatban. Az ANTS-nél arra a kérdésre, hogy az elmúlt két évben kaptak-e olyan jelzést, hogy szakhatóságként bontási vagy építési munkálatoknál sugármérést végezzenek, azt a hivatalos választ kapták, hogy a hatóságnak nincs tudomása ilyen műveletről. A jobbikus politikus elmondta, a párt célja nem a pánikkeltés, hanem a lakosság megnyugtatása és védelme.
A Jobbik csak megnyugtató válaszokat szeretne kapni most már papírformában, pecséttel, hivatalos pecséttel és aláírással ellátva. Gyakorlatilag szavakban már elhangzott többször is, hogy a bontási tevékenységek során folyamatos mérések, illetve a jogszabálytok megfelelően történt a bontási művelet, megfelelő szakembergárdáról esett szó. Ez természetesen szavakban is megnyugtató, de szkeptikusok vagyunk, és mint önkormányzati képviselőnek is kötelességemnek érzem, hogy a papírok beszéljenek. Lezárult a Móri Zsigmond Színház Te hogyan képzeled el Mumusországot című rajzpályázata. Az alkotásokat hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Hetedik bajnoki meccsét is megnyerte a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese a legutóbbi fordulóban a Szolnokot fogadta, és a vendégek 94-56-os vereséggel távoztak a Szent Imre gimnázium csarnokából. Megszerezte a szezon első hazai győzelmét a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Superliga 10. fordulójában lejátszott mérkőzésen a két világbajnokkal felálló Ferencvárost verte 5-3-ra. Lezárult a Móri Zsigmond Színház Te hogyan képzeled el Mumusországot című rajzpályázata. A felhívásra több mint 150 mű érkezett. A legügyesebb alkotók díjakat vehettek át, és személyesen is találkozhattak a Mumus című előadás szereplőivel. Ezek a gyerekek mind tiszteletbeli Mumus művész főtanácsosok lettek. Svetozár Mumusország királya léptette őket elő azért, mert a Móri Zsigmond Színház előadásáról nagyszerű rajzokat készítettek. A pályázatot a teátrum három kategóriában írta ki óvodásoknak, alsó és felső tagozatosoknak. A szervezők egy korábbi pályázat sikerén felbuzdulva ismételték meg idén a versenyt. Nagyon régen volt itt már ilyen rajzpályázat, és akkor nagyon nagy sikere volt, legalábbis nekem azt mondták, mert még nem voltam itt akkor, és tettünk egy próbát, és több mint 150 gyerekrajz érkezett hozzánk, ami szerintem hatalmas, és nem csak a városból, hanem még Bocskai Kertről is, és elképesztően jó ez a dolog szerintem. Az elkészült pályamunkák bírálója László Rita Emőke volt, aki 16 éve a színház grafikusa, és tanítja is ezt a mesterséget. A zsűri 17 oklevelet osztott ki, és minden kategóriában külön díjakat is odaítélt. A rendezvényen kiderült, a gyerekek nagyon szeretik a musical szereplőit. Azért, mert vidám és barátságos, és én is barátságos mumus rajzoltam. Az elkészült rajzokat a színház honlapján megnézhetik az érdeklődők, a mumusok pedig továbbra is várják a kis nézőket a Móri Zsigmond Színházban. Hetedik bajnoki meccsét is megnyerte a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese a legutóbbi fordulóban a Szolnokot fogadta, és a vendégek 94-56-os vereséggel távoztak a Szent Imre gimnázium csarnokából. Az NKS vasárnap a szintén veretlen MTK Budapest otthonában lép pályára. Az eddigi szereplést tekintve a házigazda volt a mérkőzés toronymagas esélyese, és a találkozón érvényesült is a papírforma. Az első negyedet 18-8-ra, a másodikat 29-19-re nyerte a kosársuli, és a különbség a folytatásban is tovább nőtt. A harmadik 10 percben újabb 10 pontot, a negyedikben pedig 8-at tett hozzá előnyéhez Farkasinszky Gyuláné együttese, amely végül magabiztosan gyűjtötte be hetedik bajnoki győzelmét. Ezek a gyerekek azért utánpótlás mérkőzésen is azért gyakran találkoznak, tehát olyan nagy újdonságot senki nem tud a másiknak már mutatni, mert nap mint nap megküzdenek ezeken a mérkőzéseken. Ugye itt a kulcs játékosaink, megmondom őszintén, nem is igazán tudtok erre a mérkőzésre fölpörülni, de látszik a teljesítményükön is, hogy azért, ami kellett, azt hozzátették, de mondom, tehát inkább az volt a célnek a mérkőzésnek, hogy itt azok az utánpótláskor gyerekek, akik egyik még nem játszottak, most játszhassanak, hogy hát így játszott a Simoncsi Petra, a Hidas Léka, az Erdejniki, a Nagy Eszter, ugyanúgy a játékos lehetőséget kapott a Takácsan, hogy ezek mind fiatal játékosok. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó mérkőzés volt, békében barátságban telt a mérkőzés, úgy gondolom, hogy senki nek nem volt kérdés az a mérkőzés előtt, hogy ki lesz ennek a mérkőzésnek a győztese, eleve mondom, a Szolnok is így jött le. Szerintem jó mérkőzés volt. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest állhat győzelemmel, megelőzve a 7 sikerszámláló nyíregyházi kosársulit, az NK és a következő fordulóban az MTK otthonában lép pályára.
Idegenben nem mi vagyunk ennek a mérkőzésnek az esélyesei, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell mindent megpróbálnunk és a mérkőzést megnyerni. Sajnos ugye a Fegede Dóra a Kecskemét ellen bokasérülést szenvedett, javulgat a lába, de én úgy gondolom, hogy még itt nem kell játszottunk, tehát fontosabbak a következő mérkőzéseink, tehát hogyha most még egyszer rásérül, akkor azt jelenti, hogy esetleg heteket, hónapokat kell kihagynia, így meg úgy gondolom, hogy a hónap végére már egészséges lesz és bevethető. Gyakorlunk, de mindenféleképpen gyakorlunk az MTK ellen különböző védekezési támadási variációkat, aztán meglátjuk, hogy jövünk ki belőle. Bízunk benne, hogy azok a játékosok, akinek ezek a mérkőzések úgymond kicsikét lazábra vették, mert nem volt kihívás, hogy ez a mérkőzés kihívás lesz, aztán szárnyalni fognak ezen a mérkőzésen. Az MTK Budapest nyíregyházi kosársuli mérkőzés vasárnap délután 16 órakor kezdődik. Megszerezte a szezon első hazai győzelmét a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Superliga 10. fordulójában lejátszott mérkőzésen a két világbajnokkal felálló Ferencvárost verte 5-3-ra. Az elmúlt szezonban két hazai győzelem mellett két idegenbeli döntetlent játszott a Fradival az NTK, azóta azonban a fővárosiak két világbajnokkal erősítették meg csapatukat. Egyikükkel Farkas Sándorral szemben Szlovenszki Tibor 604 fával sem tudott pontot szerezni, Mogyorósi Péter viszont jobbnak bizonyult riválisánál. A középső sorban Finta Zoltán 77 fát vert ellenfelére, Szegő Leventének mindössze 3 fán múlott a pontszerzése, így 2-2-es állásnál 64 fás hazai előnnyel vágtak neki az utolsó körnek a csapatok. Az zárósorban még mindenképpen egy pontot kellett, hogy csináljon a Hacker Kastura párosunk egyike, illetve a csapatfát kellett megtartanunk. Hát azt lehet mondani, hogy az utolsó sor is rettentő izgalmasan alakult, folyamatosan apadt a csapatfánk. Azt lehet mondani, hogy a Hacker Dezső mellett a világbajnok Botházi Peti fantasztikusan játszott, és azt lehet mondani, még a harmadik pálya után is a pályacsúcsot ostromolta az eredménye. Azonban Dezső viszonylag jól tartotta magát, főleg az utolsó szetre sikerült felkapaszkodnia, míg mellette a Kastura Zsolt meglepően kellemesen jól játszott, és folyamatosan elcsípte a belső pontokat, viszont már az utolsó néhány dobásban az ellenfélnek is sansza volt arra, hogy ellopja tőle a csapatpontot, de hál' Istennek a Zsoltnak 4 fával sikerült megtartani a előnyét, és így alakulhatott ki, hogy 16 fával csupán, de mégis 5-3 arányban hazai pályán ebbe a szezonba végre először diadalmaskodni tudtunk. 10 fordulót követően a 100%-os Szeged áll a Superliga tabellájának élén, megelőzve a 18 pontos Révcelakot és a 17 pontos Zalaegerszeget. A 6 pontos NTK a 8. helyen várja az őszi zárófordulót, amelyben a budapesti erőműese otthonában lépnek majd dobóállásba Fintáik. Hírdadónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Több mint 1,6 milliárd forint európai uniós és hazai forrásból javult az ivóvíz minősége 17 térségbeli településen. A Nyírség ivóvíz minőségjavító önkormányzati társulás az elmúlt 4 évben 6 vízmű korszerűsítését fejezte be annak érdekében, hogy az európai uniós előírásoknak megfelelő ivóvíz legyen elérhető a lakosság számára. Ennek eredményét ezentúl közel 18 ezer háztartás érezheti. Akár 1 millió forintos büntetésre is számíthatnak a szabálytalan árusok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal elkezdte országos téli ellenőrzési akcióját. Vizsgálják a karácsonyi forgatagokat, a bevásárló központokat, de bármilyen más vállalkozásnál is megjelenhetnek a revizorok. Tavaly decemberben összesen 10 millió forint bírságot szabtak ki az észak-alföldi régióban. Elindult a hajléktalanok lábadozó ellátása Nyíregyházán a Bokréta úti éjjeli menedékhelyen. A szolgáltatás nem pótolja az egészségügyi ellátást, de az önellátásra nem alkalmas betegek gyógyszert, 24 órás felügyeletet és napi 3-szori étkezést kapnak. Az Oltalom Szeretett Szolgálat 1,6 millió forintot nyert erre a célra a téli krízis időszakra a hajléktalanokért közalapítványtól. A Kölcsei Televízió csütörtöki híradóját látták. Friss hírekkel pénteken este is várjuk majd önöket, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap borongós időre számíthatunk, magas nyomás alakítja a következő napokban időjárásunkat, változás azonban nem várható. Folytatódik a borongós, nyírkos idő. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, párássá válik a levegő, köd is képződhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 fok körül alakul. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, ismét párás, ködös idő várható, enyhe szitálás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban országszerte mérsékelt lesz a légmozgás, erősödik a köthajlam, és többnyire felhős idő várható, emiatt gyengül a nappali felmelegedés mértéke, de a sok éves átlaghoz képest néhány fokkal még mindig enyhébb idő ígérkezik. Számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb kis területen fordul elő átmeneti, jelentéktelen kötszitálás.